56. perc, Magyarország, Olaszország, 2007. augusztus 22-én, egyelőre Di Natale góljával 0-1, Dzsudzsák próbál meg ezzel változtatni, Barzagli szereli. Quagliarella, az első fél egyik legjobb olasz játékosa. Di Natale volt lesen, Inzaghit mutatja a kép, itt pedig meg Hugo González, a spanyol sztárbíró, a 2000-es évek közepének egyik legelismertebb bírója. Ez most nem volt jó. Vancáktól! És Vaskó Tamás takarít. Ambrosini tűnt fel váratlanul. Igen, itt már lökés volt. Tehát ez hiába volt ez az izgalom. Di Natale elől szúrta ki. Vaskó, de előbb ellökte Ambrosinit, nem volt les ezúttal. Itt lép ki Ambrosini, és itt jön a lökés könyökkel. 18 méterről szabadrúgás jár az olaszok javára, Fülöp gondban már állítja is a sorfalat. Vancák, Szélesi, Vaskó. És Priskin is hátrajött. Valószínűleg Pirlo fogja ezt elvégezni, hiszen már nincs Del Piero, akit lecserélt ugye Donadoni. Hát nem is nagyon villogott Del Piero, két-három alakítása volt. Jó, Andrea Pirlo. Hát bizony igaza van, hogy közel a sorfal, lehet, hogy 6 méter. Pirlo! Eltekerébb jócskán fölé. Fülöp azért rajta volt, ha kapura ment volna. Morcos a kis Andrea, de ezúttal megérthető a morcossága, mert ez a magyar sorfal az max 7 méterre állt. Rövid felső sarok volt a célpont, de most jó egy métert tévedett Pirlo. Zambrotta vette le, és ez nem jó, Di Natale megtapsolja. Barzagli adta el, és jön Leandro Almeida, és ha jól láttam, Filkor Attila is. Kettős csere lesz tehát a magyar válogatottban. Az 59. percben Cannavaro bólint egyet, mert valószínűleg a bíró jelezte, hogy várjanak uraim, magyar csere lesz. Igen, Tőzsér Dani jön le. Őt váltja a Fradi honosított Brazília, Leandro de Almeida, és Hajnal Tamás is az irányító lejön, helyette Filkor Attila, aki csatár, így aztán átszervezi most Várhidi Péter, kíváncsi vagyok hogyan, hiszen Filkor följön Priskin mellé, aki bizony egyedül árvánat nem nagyon tudott mit kezdeni, és valószínűleg Gera fog játszani középen Hajnal helyén. Tehát most már nem öt középpályás lesz, hanem négy. Gera lesz az irányító. Filkor, igen, már az oldalon túl úgy is van. Leandro és Gera lesz középen. Vas Ádám marad defenzívben. Szélesi nem tudta megszelídíteni, könnyűnek tűnő a lasztit. Ambrosini. Aquilani. Ő adta a gólpassz Di Natalenak. Grosso. Di Natale. Szélesi ezúttal határozottan, és megindulnak a magyarok. Gera, Gera, lökni sem tudják, gyönyörű passz, Leandro, és Buffonba lövi. Egyenlíthetett volna a magyar válogatott. Szélesi érdem elsősorban, aki labdát szerez, itt Gera meghúzza Pirlo mellett, Ambrosini mellett is tovább, Leandro,
Talán a második érintés már fölösleges volt. Az első után el lehetett volna pörgetni Buffon mellett a hosszú sarokba. Minden esetre a 61. percben szöglet. Jól tekeredik be! Filkor. Grosszót. Táncoltatja és sikerül. Filkor Attila. Priskin elől kivágják, de röviden ott a gólhelyzet, és nem csak a gólhelyzet, hanem egy óriási gól. Ez meg bent van, Buffon csak nézte. Juhász Roland tűnt fel ott, a söprögető. Mosolyoghat Roli. Hát ez kegyetlenül bevágt a ballal, kapásból egyet, pattan a labda. Itt jön Filkor érdeme elsősorban, jól adja be, Priskin elől fölpörgetik, itt lefejeli Vaskó Tamás, és be a pipába. Nézzük még egyszer, Aquilani fölpörgeti, Vaskó megnyeri a fejpárbajt, és kegyetlen, Juhász, egy-egy, egyenlít Magyarország a világbajnok ellen, és megérdemelt is ez az egy-egy. Íme a kulcsmomentum, Filkor lefejeli, és telirüsztel a hosszú felsőbe bikázza. Juhász, egy-egy. Aquilani. Vancák. Barzagli. Leandrónak ad föl. Zambrotta, olasz szabadrúgási lesz. Hát igen, elkésett, valóban Leandro örülhet, hogy megúszta sárga nélkül. Fülöp magyaráz, Priskin, Vaskó és Szélesi beáll melléjük zavaró embernek, Inzaghi, aztán elmegy onnan, Pirlo, hát önbizalma van, az azért neki is elég merész vállalkozásnak tűnt, bár Pirlo zseniális szabadrúgás lövő, de hát jó 30-ról azért neki sem sül el mindig a lába. Fülöp a kirúgással, Priskin visszafejeli, Juhász, le sem volt Inzaghi. Vas. Gera. Leandro. Filkor. Vaskó. Leandro. Egészen Fülöpig hátra. Juhász. Ez a keresztlabda nem jó. Filkort kereste volna, Di Natale jött hátra, indítaná Inzaghit. Csak Fülöpöt találja. Cannavaro, Pirlo, Quagliarella, Barzagli, Ambrosini. Grosso indul be a bal oldalon, Di Natale pörgette volna neki oda, de Gera észlelte a szándékot. Vas Ádám nyújtja meg, Priskin még eléri a vonalnál. Priskin ügyes csel, becsapja Zambrottát, szöglet. Szépen vált le Priskin. Végül is Cannavaro állította meg, és lehet, hogy 11-es lesz. Na nézzük, Cannavaro! Hát bizony, ez büntető. Ez messze volt a tiszta szereléstől. Az olasz kapitány Fabio Cannavaro, Priskin érdeme, 11-es. Na Buffon! Ki vállalja el? Gerazoli vállalja el?
fordíthat Magyarország a 66. percben. Gera! Igen! Nincs kegyelem. Buffon a balra, palsarokra vetődik. Gera szaltója. 2-1 Magyarországnak. Hát az elég gyorsan ment. 20 perc telik el a második félidőből, és Priskin kiharcol egy 11-est Cannavaro, elgázolja az alapvonalnál, és itt jön az ítélet végrehajtó. Precízen a jobb kapufa tövéhez. Hiába próbálta meg megzavarni egy gyors mozdulattal Buffon. Padlón a világbajnok, Magyarország vezet, de még nagyon sok van hátra. Gera remekül játszik eddig, és ezt most megkoronázza egy higgadt, magabiztos és ellentmondást nem tűrő 11-essel. 67. perc, Magyarország-Olaszország, 2-1. Grosso, Ambrosini, Barzai, Quagliarella, Inzaghi nyargal, Delesről nyargalt, Di Natale is. Úgyhogy magyar szabadrúgás kifelé. Quagliarella az egyik legszorgalmasabb, a jobb half. Rengeteget dolgozik. Egyelőre hatékonyság nincs, csak melóban. És itt a két legenda, Szepesi György és Buzánszky Jenő. Nekik is tetszik. Nem csak az eredmény, hanem a mutatott játék is. Elvégre a világbajnok az ellenfél, és ezzel a Gera 11-essel vezet Magyarország. És ezt már megszokhattuk, akrobatának sem utolsó. Ambrosini, Barzai, Pirlo, megint Quagliarella, Barzai, Pirlo talp alatt elcsúszik, ritka hiba az irányítótól, Filcor. Bátran cselesz Grossoval szemben, Ambrosini, szerintünk láb is volt, de hát Jimenez, illetve Mejuto González közel állt, Di Natale, az olasz gólszerző, Inzaghi, szorongatott helyzetből kellett fejelnie Inzaghinak. Juhász mellett ez nem könnyű. Itt van Filcor tánca. És hát ez bizony igen messze volt a szabályostól, kedves Mejuto González, senyor. Hát ez bizony szabálytalan volt, és ebből lett az olasz gólhelyzet, ne felejtjük. Hiba a spanyol bírótól. Priskin, aki kiharcolta a 11-est, hárman vették körbe, Pirlo indít, Ambrosini, Inzaghi, Quagliarella. Vissza Pirlónak, Vancákkal szemben nem élt meg Quagliarella, egy hosszú indítás, hiába nyargalt Fabio Grosso, megköszöni. Pirlo az picit elmérte, egyébként is ott volt Filcor Attila. Na Donadoni! És itt az egyelőre negatív hős, bár persze Priskin érdemeiről az nem von le semmit. Cannavaro elütötte az alapvonalnál. Gera. Nagy duvában a kapitány. 70. perc, vezet Magyarország. Priskint megelőzi Cannavaro, Pirlo, Inzaghi, nagyot esik, és González azonnal le is fújja. Juhász bántotta ezek szerint a második magyar gól szerzője, illetve az egyenlítő gól szerzője. Gera lőtte a másodikat 11-esből. Pirlo. Mexikói hullám,
35 ezer szurkoló, 34 ezer magyar és 1000 olasz. Hát nem hiszem, hogy az olasz drukkerek most bekapcsolódnának a mexikói hullámzásba itt a Népstadionban. Zambrotta. Gera utána megy, és tisztán szereli Pirlót. Gera az őrületbe kergeti az olaszokat, végül Quagliarelláról vágódik bedobásra. Élvezi a játékot Gera csúcsformában. Na, 27 éves középpályás. A Leandro adja vissza. Priskin volt lesen. Donadoni meg gondban. Ambrosini. Quagliarella. Di Natale rálép a labdára, nem bántották. Leandro egy kötényt is kioszt. Filcor. Ezúttal Fabio Grosso szereli. Inzaghinak nem jó a keresztlabda. Magyar dobás. Itt van Filcor. Nagy csel király Attila. Hát igen, és itt Grosso elrúgta a sarkát. Ezt sem vette észre. Mejuto González sem az asszisztense Jiménez. Dzsuzsák a második félében nem nagyon láttuk, és újabb cserék lesznek. Csizmadi a Csaba az egyik, a székely srác, balhátvéd, Ferencváros bekje, jön majd be is. Itt egy csalódott olasz, talán inkább dühös. Priskin jön le a 73. percben, Fecesin Róbi áll behelyette. 14-essel, tehát Fecesin lesz az előretolt csatár. És ugye Vancák jön le, tehát bal hátvéd. Ez várható volt, hiszen Csizmadia Csaba nem nagyon vállal más posztot. Na nem, mintha nem tudna, de hát azért neki elsősorban a balbek pozíciója dukál. 74. perc. Új emberek a magyar válogatottban. Egyelőre az olaszok 4-et cseréltek a szünetben, most már 4-et cserélt Várhidi Péter is. Di Natale pörget, Inzaghit megelőzi Juhász, Gera. Kettő között szerette volna átpasszírozni. És természetesen az előbb rosszul mondtam, ugye? Szent Csizmadia Csaba jobbek. Úgyhogy kérdés az, hogy három hátvédre fog játszani a magyar válogatott? Valószínűleg igen. Juhász, Csizmadia és Vaskó. És látod, Szélesi előbbre jön Vasádán mellé, egyelőre nem láttuk a csapat szerkezetet, milyen váltást eredményez ez, hogy lejött a balbek, és jobbek jött helyette. Csizmadia személyében, az biztos, hogy Fecesin Priskin helyén játszik a csatársorban. Vasádám szerez labdát, és bátran indul meg. Vasádám! Fecesinnek nem volt jó az átadás.